A megyei önkormányzat és a Magyar Diáspor Szövetség között tavaly megkötött szerződésnek köszönhetően évente 10 megyebeli testnevelő részesül elismerésben. Második lépésként szerdán három oldalú megállapodást kötött egymással az MDS, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáspor és Szabadidő Egyesület, valamint a Kölcsey Televízió azzal a céllal, hogy a Diáspor eseményei, eredményei az eddiginél is szélesebb körhöz jussanak el. Rengeteg program van a Diáspor Szövetségnek, és a megye nagyon-nagyon aktív a diásportba. Az, hogy a Kölcsey tévével tudtunk kötni egy ilyen együttműködést, egy háromoldalú együttműködést, ez azt jelenti, hogy végre meg tudjuk mutatni itt megyei szinten valójában minél szélesebb körben és még szélesebb körben azt, hogy valójában milyen eredmények vannak. Hát ugye az iskolai környezetről beszélünk, iskolákat be lehet mutatni a tévén keresztül, meg lehet szólaltatni gyerekeket, be lehet mutatni a gyerekeknek az eredményét, a testnevelő tanárnak a munkájának az elismerését. Tehát én azt gondolom, hogy erre egy óriási lehetőséget ad ez az együttműködés, és én ezt is várom tőle. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint mindhárom fél profitál majd az együttműködésből. Ez az aláírás csak deklarálta azokat a folyamatokat, amelyekkel már korábban is elindítottunk, mint a Magyar Szabadidő, Magyar Diáksport Szövetséggel és mind a Kölcsey Televízióval. Most úgy tűnik, hogy akkor ezt sikerül úgymond jogi formába is öntenünk. Természetesen nem ez a legfontosabb, valóban az, hogy valóban tudjunk olyan tartalmat adni majd neki, amely a megyei diáksportnak a céljait szolgálja, és emellett természetesen szolgálja azokat az érdeket is, amelyek mind a Kölcsey Televíziót, mind pedig a Magyar Diáksport Szövetséget rossz szóval mondva kielégítik. Tehát valóban egymás erőforrásait felhasználva kívánjuk azt elérni, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport a lehető legszélesebb körben legyen népszerűsítve az elkövetkezendőkben. A Kölcsey Televízió megalapítása óta kiemelten kezeli a megyei sportélet eseményeit, és rendkívül fontosnak tartja a fiatalok előtti példamutatást, ezért teljes mértékben azonosulni tud a partnerek törekvéseivel. Abszolút támogatjuk és egyet tudunk érteni a Magyar Diáksport Szövetség azon kezdeményezésével, hogy minél több fiatalt vonjanak be a sportéletbe, hogyha nem is versenysportolóvá váljanak, de mindenképpen a mindennapi testmozgással egy jobb életminőséget érhessenek el. A másik fele, azt pedig mondhatjuk azt, hogy minden egyes együttműködési megállapodás egyben szerződés is, és hát ennek olyannak kell lenni, hogy mindkét fél nyerjen rajta, amit mi ezen nyerhetünk, illetve nem is pontosan a Kölcsey Televízió, hanem annak nézői, hogy a sportnak olyan területét mutathassuk be, és olyan eredményeket közölhessünk a megye lakosságával, amelyekről egyébként a mainstream médiában eddig nem nagyon számoltak be, de azt mondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy a Magyar Diáspor Szövetség, illetve a fiatal sportoló palánták is legalább olyan eredményekkel tudnak beszámolni, vagy olyan eredményeket tudnak elérni, mint a versenysportágak képviselői. A hagyományos évzáró gálán az elmúlt tanévben legjobban teljesítő sportolókat, csapatokat, testnevelőket díjazták, valamint 24-en vehettek át jó tanuló, jó sportoló kitüntetést. Az országos döntőkön 23 arany, 15 ezüst és 17 bronzérmet szereztek a megye képviselői, a pontversenyben a középiskolák között a Vasvári Gimnázium, az általános iskoláknál pedig a Kodály egyaránt a 8. helyen végzett.